különös csendek szól a kiállítás szíme, és hogy ez mennyire találó, szerintem maga Király György sem gondolta, 2020-as év, 2021-es év valóban ezen különös csendek jegyébe zajlott, még itt a kiállításban is. Nekem már az nagy öröm, hogy megint nem a zárvatartásunk fokáról a maszkviselés és késfertőtlenítési szabályokról kell beszélnünk, hanem ismét kiállításról, ismét rendezvényről, ismét múzeumi pesgésről, és két év különös csendje után ez önmagába is öröm. Üdvözlök mindenkit a Damjanics János Múzeum időszaki kiállító termében, ahol most nyílik meg virtuálisan a Különös Csendek című kiállításom. Király György vagyok. Zsónai Lászlóval terveztük ezt a, ezt a kiállítást, és még vele indítottuk el az ehhez párosítható könyvet is, amely megjelenik különös csendek címmel, amelyet végül képíró Ágnes szerkesztett össze, és ő is kurálta ezt a kiállítást. Nagy öröm, hogy itt most együtt láthatom ezeket a képeket, és az, hogy ezek a műfai különbségek, amelyeken most már évek óta dolgozom a csendélet témáján belül, ezek szépen egybeértek, és most itt én is láthatom, hogy milyen jó kiegészítik egymást az akvarellek, a részkarcok, az olajképek és a szénrajzok. Mindenkit nagy örömmel invitálok erre a kiállításra, hiszen személyesen már látogatható, és remélhetőleg hamarosan, mint csoportok, mint egy hagyományos megnyitó és egybe egybekötött eseményen találkozhatunk személyesen. Magunk köré kell gyűjtenünk minden olyan valóságot, amely a forma fölé kerekedik, mert ahhoz, hogy létezzék, nincs szükség formára. Marcel Brion, francia művészettörténész történész író szavait idéztem, kisé átformálva és readaptálva királygyörgy művészetére, mely formát és formátlanságot, valóságot és valóság felettiséget egyaránt képvisel. A mennyitó, melyet hónapok óta tervezünk, sajnos a járványügyi korlátozások miatt csak online formában tud most megvalósulni. Ugyanakkor nagy öröm, hogy Király egy eddigi pályáját összegző kiállítása valós fizikai térben, rendkívül gazdag munkásságának minden szegmenséből egy-egy jellemző szeletkét bemutatva, mint egy két hónapon keresztül látogathatóvá válik. Az összegző kiállítás elé magam is összegző gondolatokat tárok, hat tételben megfogalmazva a királyi eszenciát. Címadásaival korrelálva a következő csend jellemzőket határoztam meg. Sokféle csendjei közül elsőként szólnék a variabilitás csendjéről. A látszólagos egy séma és egy téma mögött elképesztő variabilitás változatosság rejlik, még akkor is, ha az konzekvensen az ismétlődésekre épül. Hogy mi az az anyag, amely működteti variabilitását, arról szól a következő tétel, a matéria csendje. Az egyik matéria, maga az alkotó, aki az alkotás folyamatában az ember feletti nemes anyaggal érintkezve csarogatja vászonra és finom papírra formáit, ügyelve arra, hogy mind a hordozó, mind a felholdott matériák, saját előállítású alapozás, pigment gazdag festéket, a finom színpora, mind, mind a legjobb minőséget, és végeredményben a legnemesebb konstellációt képviseljék, mely által az anyag élni, a tették kezd. Képeinek domináns használta a kék, itt jutunk el a következő ponthoz, a kék csendjéhez. Király egy festészetében a kék színhasználat használat egy tudatos redukciós folyamat, melynek során kivon, majd megfest valamit, ami az esteledés kékében fokozatosan tűnik el, ugyanakkor mégis jelen van. A matéria által és válik a képmező szerves, élő, lüktető részévé a csak látszólagosan statikus tárgycsoport. Jelenségek és tények csendje jellemzi Király egy munkásságát. A csend és maga a csend élet műfaja egyszerre jelenti nál az egyetemesség és ezáltal a létezés csendjét, melyben képei úgy beszélnek a világról, ahogy az alkotó a képi kifejezés eszközeivel bírja szóra a műveit. Festészet és grafikai munkásságában egyszerre van jelen a tradíció és a megújulás csendje munkái és képcímei egyaránt tanúskodnak a nagy elődökhöz és az élőmesterekhez kötődő szoros szálakról, megemlítem itt a teljesség igénye nélkül Giotto, Morandi, Agnes Martin, Rotko, Krajcsovics Éva, vagy éppen Hollán Sándor munkássága által ikletett, előttük tisztelgő munkáit. Nott van király szellemiségében az újító erő. Az ábrázoló művészet 21. századi nyelvre való fordítása, akár az abstrakcióig eljuttatva, de ott van benne a hely a csendje, hiszen az alkotó a szolnoki művészterep igen aktív és termékeny tagjaként a hangtalan csend viszi tovább a helyi festészeti hagyományokat. Mint egy összegezve mondom ki az utolsó megállapításomat, király György csendje, mindenki csendje. Mindennyian részesei lehetünk művészetének egy kiállítás láttán, és még többet meríthetünk belőle, a kezünkbe vesszük katalógusát, mert most én is a kezemben tartok, melyben részben a kiállítás képei is visszaköszönnek, részben olyan reprodukciós és információs anyaggal találkozunk, melyek közelebb visznek a királycsendek megértéséhez. Hagyományosan a közönség előtt tartott kiállítások megnyitóján itt szokott eljönni az a pillanat, amikor részben megköszönve kollégáimnak a segítségét az alkotóművésznek, ezt a hihetetlen termékei munkásságát és közreműködését a kiállítás létrehozásában. Megnyitom a tárlatot és jó szívvel ajánlom a látogatóknak.